ünnepi istentisztelet. Koszorúzás és megemlékezés. Megyei megemlékezés. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. március 14-én 18 óra 5 perckor. Városunkban a megemlékezés az országzászló felvonásával és ünnepi istentisztelettel kezdődött vasárnap. Az idei megemlékezés vasárnap térzenével kezdődött. A református nagytemplom előtt az MH légierő zenekar szólnok játszott. Az országzászló felvonásában a Kovács Mihály Huszárbandérium huszárjai és a karcagi fiatalok közreműködtek. Az ünnepi istentiszteleten a református nagytemplomban igét hirdetett nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes. Nagyon sok nép, birodalom az 56. Zsoltár szavaival ellenségeinké lettek, akik szüntelenül bosszút lihegnek és ránk támadnak keményen. A Teremtő rendelése az, hogy itt éljünk szabadságban, szeretetben, és szolgáljunk egymást és az örökévalót. És ezt kérdőjelezik meg időről időre nemzetek, birodalmak. Szabadságunkat és létezésünket is el akarták venni. Hatalmas erők mozogtak azért, hogy mi ne legyünk itt. És a hatalmas erős birodalmak szorításában mire támaszkodhat egy ilyen kicsi nemzet? Más népek elnéző türelmében bízhat? Vagy segítségükben? 1100 év megmutatta, más népekre nem bízhatjuk a sorsunkat. Az ígéretekkel tele van a nemzeti padlás. Ezért időről időre megvilágosodott a mi népünk. Legutóbb 1989-ben, előtte 1956-ban, de talán a legerőteljesebben éppen 1848-ban. És belekapaszkodott ebbe az ígébe, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. És rájött arra a mi népünk, hogy csak magára és az őt nagyon szerető Istenre támaszkodhat. Szabadságunknak a letéteményese a bennünket gondviselő szeretetével megtartó Isten, senki más. És mi történik 1848-ban ebbe az ígébe belekapaszkodva? Azt mondja, a nép immáron nemzetté válva, ide a szabadságot. Eltűnik az isteni lélekkel átidatott emberekből a megalkulás, a gyávaság, a kisítőség. Lángvelkű proféta költők éneklik meg, a mi nemzetünk nem kevesebb egy nemzetnél sem. Az Úr lelkével átformált arisztokraták, grófok, bárók, vármegyei nemesek állnak ki olyan célokért, amelyek ellen küzdöttek évtizedeken, évszázadokon keresztül az őseik. Mert amikor látjuk azok között, a pontok között, amelyeket meghirdettek 1848. március 15-én a közteherviselést, akkor azt úgy kell érteni, arisztokraták harcoltak azért, hogy ők is adót fizessenek. Ez csak az isteni lélekkel lehet megmagyarázni. Az Isten lelkének a csodája. Hogy valakik képesek voltak évszázados előnyükről így lemondani a nép javára. Ahol az Úrnak a lelke, ott a szabadság. És pillanatok alatt összerázódott a sok népből álló nemzet. És egyé lettek a kunok,
a jászok, a székelyek, a zsidók, a magyarokkal. És ilyen hőseink lettek 1848-ban, mint a lengyel származású Ben József, a szerb származású Damjanics, az osztrák Öltenberg, a horvát Knézics, a német Leininger Westerburg, és sorolhatnám. Ahol az Isten lelke, ott a szabadság, ott eltűnnek az elválasztó falak, ahol az Isten lelke tölti ki az emberi lelkeket, hirtelen a szeretet lesz mindennél fontosabb. A haza szeretet lesz mindennél fontosabb. A megemlékezés a Petőfi szobornál folytatódott, ünnepi beszédet mondott Varga Mihály pénzügyminiszter. Az ünnepség a Kossuth téren a Kovács Mihály Huszárbandérium lovasainak felvonulásával folytatódott, amelyet az MH Légierő Szolnok zenekar játéka követett. Gánóczi Ferenc középiskolai tanár szavallata után ünnepi köszöntőt Varga Mihály pénzügyminiszter, miniszterelnök helyettes mondott. Ezen a márciuson a magyar szabadság ünnepét háttérbe szorítják a világpolitikai események. De ezek segítenek annak felismerésében, hogy milyen fontos, amiben évtizedek óta élünk. A béke, a szabadság, a biztonság. A járvány okozta egészségügyi válsághelyzet után felszabadultság helyett most minden erőnkkel azon kell dolgoznunk, hogy a szomszédunkban zajló háború mielőbb véget érjen. Hogy a fegyveres konfliktus minden egyes menekültje szállást és élelmet kapjon nálunk. Hogy a háború gazdasági következményei ne rójanak elviselhetetlen terheket a magyar emberekre. Magyarország történetének legjelentősebb humanitárius segélyakciója zajlik, mivel a háború kitörése óta már több mint 200 ezer menekült érkezett hazánkba, Ukrajnából. A magyar emberek az elmúlt évtizedben helytálltak minden válságban, és most is helytállnak. A magyar állam intézményei felkészültek arra, hogy minden menekültről gondoskodjanak, a hosszabb ideig maradók számára munkát, a gyermekek számára iskolai, óvodai vagy bölcsődei ellátást biztosítsunk. A kormány működteti a Híd Kárpátaljáért segélyprogramot, amelyhez a magyar embereknek köszönhetően folyamatosan érkeznek az adományok. Emellett a Kárpátalján maradtakról sem feledkezünk meg. Már 583 millió forint értékben 800 tonna élelmiszert és 200 tonna higiéniai terméket szállítottunk Kárpátaljára, illetve az egészségügyi ellátásban is segítő kezet nyújt Magyarország. Tegnap estig 1500 segélyszállítmány lépte át a határt Magyarországról Ukrajnába. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítik ezt a munkát. Tisztelt ünneplő közösség, hölgyeim és uraim! A jelenlegi kormány számára magától értetődő, a határon átívelő nemzeti összetartozás, magától értetődő a békére törekvés. Emellett pedig minden kormányzati döntés meghozatalánál a legfontosabb szempont, amit szem előtt tartunk, a nemzeti érdek. Magyarország alapvető érdeke kimaradni ebből a háborúból, és európai összefogással segíteni a béketárgyalások előre mozdulását. Ünneplő közösség! 1848-49 hősei nem háborút akartak, hanem békét és szabadságot. Víziójuk és céljuk segített utat találni a legnehezebb időben. Ennek a víziónak a legfontosabb sarokköve pedig akkor is a nemzet volt. Ahogy Kossuth Lajos mondta, sajnos nagyon időszerű, nem képzelhetni átkosabb, undokabb bűnt, mint játszani a polgárok vérével s egy nemzet nyugalmával. Nem egyedül állunk Európában, és erősek, csak szövetségeseinkkel együtt lehetünk. Ám, ha még történelmünk számos eseménye nem lett volna elég, az elmúlt évek történései rámutattak. Nemzeti érdekeinket mindig
minden időben meg kell védenünk. Ez a mi dolgunk, ez senki más nem teszi meg helyettünk. Nemzet és nemzeti összetartozás nélkül a jövőnk elképzelhetetlen. Az elmúlt 10 év kormányzásának legfontosabb döntéseinek középpontjában is nemzetpolitikai célkitűzések álltak. A családtámogatásokkal a gyarapodás, a munkahelyteremtéssel és ennek megvédésével a boldogulás, a vállalkozások támogatásával a fejlődés kívánalmát vetítettük előre, majd értük el. Elértük, hogy az elmúlt 10 évben duplájára nőtt a családoknak nyújtott támogatások összege, és Európában leggyorsabban nő a születésszám. Elértük, hogy 2010-hez képest ma 1 millió emberrel több dolgozik Magyarországon, és több mint kétszeresére nőtt az átlagkereset. Elértük, hogy a magyar gazdaság mutatja az egyik leggyorsabb növekedést az uniós rangsorban. Ezekhez az eredményekhez nagyban hozzájárult, hogy a magyar emberek érdekei számunkra a legfontosabbak. Ünneplő közösség, hölgyeim és uraim! Egy fenyegető háború árnyékában a magyar szabadságharcot ünnepeljük. A mai nap egyetlen üzenete nem lehet más, mint a béke kívánalma. Béke, béke már, ahogy Babits írta a II. Világháború borzalmaihoz közeledve. Amíg ezt a nemzetközi diplomáciának nem sikerül elérni, őrizzük Magyarország stabilitását, és azokra figyelünk, akik számára Magyarország menedék. Mert abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy képesek vagyunk számukra mindent megadni, amire ebben a helyzetben szükségük lehet. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Szép ünnepet kívánok, köszönöm, hogy meghallgattak. Varga Mihály ünnepi beszéde után a Petőfi és a Kossuth szobornál a jelenlévő városi, megyei és állami vezetők, országgyűlési képviselők és a helyi pártok, civil szervezetek, intézmények vezetői, képviselői helyezték el a megemlékezés koszorúját, ezzel is tisztelegve a márciusi ifjak előtt. Szabad magyar sajtónapja alkalmából a Szolnok megyei jogú város, valamint a Jász-Nagykun Szolnok megyei önkormányzat közös ünnepséget tartott Szolnokon. A Szigligeti Színház művészeinek előadása nyitotta meg az idei Szabad Magyar Sajtónapja alkalmából rendezett ünnepséget. Ezt követően a megye és a város vezetője köszöntötte a sajtó képviselőit. A jelenlegi helyzetben, amikor szomszédunkban már 2 hete háború zajlik, nem csak a politikai vezetők részéről van szükség higgadtságra, hanem a sajtó munkatársai részéről is, fogalmazott Hubay Imre, a megyei közgyűlés elnöke. Az álhírek világában kimondottan nagy felelősség hárul az újságírókra, hogy hitelesen tájékoztassák a megye lakosságát. A kimondott szónak talán soha nem volt még ekkora jelentősége, mint ma. Vegyük ezt komolyan. Ma a csúsztatások, álhírek, terelések és manipulált tartalmak korában élünk, politikai döntéshozóknak, önökkel, a sajtó munkatársaival karöltve kell segíteni az itt élő lakosokat abban, hogy megőrizzék nyugodtságukat, és reális, hiteles tudósítások útján tudják követni az eseményeket. Szintén a hiteles tájékoztatásra, annak fontosságára hívta fel a figyelmet Szalai Ferenc. A polgármester megköszönte a megyében és Szolnokon dolgozó újságírók munkáját, mert itt mindenki korrekt módon igyekszik végezni a munkáját, ám nincs ez mindenhol így. A szó veszélyes fegyver, fogalmazott a polgármester. Amit most a média tesz és csinál, szerintem soha nem tette. Mint egy új fegyver nem alakult volna ki. Egyszerűen elképzelhetetlen volt, még néhány évvel ezelőtt is, hogy a média ilyen szinten tudja befolyásolni az emberek gondolkodását. Nyilván az online média elsősorban, nyilván a Facebook elsősorban. És a felelősség, ami eddig is nagy volt, most még nagyobb kell, hogy legyen. Az létezhetetlen, hogy nem fogja föl a kommunikációs társadalom, hogy mennyit árt azzal, amikor álhíreket, rémhíreket terjeszt.
dezinformál. Az ünnepségen már hagyomány, hogy átadják a megye és a város sajtódíjait. Az idei megyei díjazott Újvári Attila, az Új Néplap újságírója, az Alföld Hír főszerkesztője. A városdíját Kovács Mihály, a Buster Media Kft. Tulajdonosa kapta. A koronavírus miatt legutóbb 2019-ben rendezték meg a Szabad Magyar Sajtónapját. Így idén azok is átvehették a díjat, akiknek még 2020-ban ítélték oda. 2020-ban a megye elismerését Balog Andrea, a Karcagi Hírmondó főszerkesztője, a városét pedig Pető Dávid, a Szolnok Televízió cégvezetője kapta. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!